És voilà, már itt is vagyunk képben. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, itt van velem AMG. Üdvözlök mindenkit ismét. És ahogy az előbb ígértük, ETS2 Magyarország map. Kis állítgatás azért szükséges volt, azért ugye azt mondjuk el, hogy vissza kellett frissíteni a játékot, vagy downgrade-elni úgymond 1.23-as patchre. Mert ugye már azóta kijött egy új, és sajnos a térkép elég rendesen kiköpdöste ezt, tehát még ott majd gondolom nekik is át kell ezt az egész dolgot majd állítani. Kiköpdöste. Igen, tehát itt állandóan hibák voltak. Igen. De most már tökéletesen működik. Nekem 6-os szinten van, mert én ugye játszottam Magyarország térképpel, úgyhogy... Ó, de nagy a hangzavar. Lehet hangos lesz a játék? Picit állítok a hangerején, mert szerintem azt viszont nem néztem meg. Majd annyit... Az ablakon majdnem kiszakadt a fülem. Igen? Annyit mondjál csak, hogy hova fogsz vinni fuvar, mert én is úgy választom akkor. Jó. Levettem a hangját. És akkor fuvar. Na nézzük innen. Mert nekem még gyors fuvarom van, csak tudod. Csak gyors fuvarod van. Jó, mindjárt nézem akkor hol van. Hova lett Szentendre? Hol van Szentendre? És messziről, messzire se tudok vinni úgy. Ja, tényleg. De Szentendre akkor az oké, ugye? Igen, ott vagyok most. Azt mondja, akkor nézek egy legutolsó, legaljára valót. Sziget-Szent Miklós, az mehet? Szentendre, Sziget-Szent Miklós. Hogy az nagyon messze van. Messze van. Messze van. Szentendre-Szentendrét nem fogok menni, az biztos. Szentendre, piros, Pilis, Vörösvár. Nincs. Csak... Pest, Észak, Buda. Buda dél van. Buda Észak van. Buda Észak, rendben, legyen az, oké. Okay. Van neked is? Buda igen, Észak? Igen. Nagyon jó. És akkor ez lesz. Jó, akkor elvállalom én is. Melyik céghez írja? Azt nem... Nekem magyar nyelvűek vannak beírva. Ja, jó, nem baj, akkor azt elvállalom. Na, és akkor... Indulás. Oly, nem is hangos, pontosan tökéletes a hang. Jó, de jó. Neked még el kell menni felvenni a fuvart, meg ilyesmi, így van, igaz? Így van. Na, ha nem viszem el a nagy olajos hordót, akkor az úgy jó is lesz. Céglogót hogyan tettem be? Mod, gyerekek, mod. Látja, magyar vállalatnevek. Hú, nekem még motorhibás is ráadásul a DAF-om, tehát itt nekem nagyon szép. Az szép, akkor összecsuktad valahol biztos. Igen, volt egy ilyen régebbi kaland. Hú, mekkora forgalom van. Viszont én elindultam lassan. Jó. De biztosan. Nekem itt van nem messze a lerakó, tehát egy kilométer, egy perc azt írja. Közben meg jön a vonat is, nagyszerű, akkor azt meg kell várnom. Jó. Pont vasúti kereszteződés van. Ja, hát nem vasút, bocsánat, hév. Nagyon aranyosan itt átsiklott. Na? Miért van csak 30 FPS-en? Az egy nagyszerű kérdés. Nálam 50 van most jelenleg. Emlékszek-e tegnap GB-re? Hogy ne emlékeznék? Olyan flúdot csinált a fal... Na, motorhiba izik, átkelő kellős között. Olyan flúdot csinált nálam, hogy annyira kedves meg aranyos volt, hogy 78-a fel is iratkoztak egyébként, tehát... Így van, elég sokan. Nem volt, tényleg rendes volt. Jó volt, mert mondtam neki, hogy vissza fogom adni, úgyhogy nem fog menekülni ez ügyben. Sorompót kaptam én is. Te is sorompót kaptál? Aha, most érek ide. Magyos DAF, ez 460-os. Így ez meg, nekem nagyon szét van hullva a szegény kamion, nagyon be se indul. Az szép, hány százalékos a sérülés? Hát a fülke aljáig izé van a kis rajzon. Azt hol tudom megnézni egyébként? Nyomjál egy F7-et. Nem, még nem nagyon kotorászok. Ja, 33. Az sok.
Na. Nagyon jó. Én most kontrollerrel nyomom, igen. De komoly, rohadt jól néz ki. Nagyon Ugye? jól megcsinálták a... Nagyon kemény. Most azt nézem, hogy nem jó fele jövök a céghez. Nekem 11 kilométerre van a lerakó, amúgy. Álljunk már. Álljon már meg a NASZ menet. 0 kilométer, 0 perc, és akkor hol kell? Visszafele. Ó, baszod. Akkor elnéztem itt a nagy F7, F7 nyomogatás közben. Biztos, hogy elnézted akkor. Ja, akkor itt átmegyek. A volán busz már kerül kifele, hát akkor nem megállt, hogy indexeltem. Nagyon kedves, köszönjük. Szembejövők fognak örülni, hogy átjövök a dupla sávon. Jó. Okosan. Ide kell jönnöm. De ez itt... Aha, de. Jó. Na mi van, bátya? Telefonálsz, megjöttem, mondjad nekik. Mit mondtam, hova megyünk? Várja, már nem itt van annál a szár. Nem jó céghez jöttem. Az szép. Várja, bátya. Nem ide jövök. Téves riasztás. Levettem a felbontást, és még mindig 30 FPS-en van. Kajak. Jajjaj. Nem lenne szabad pedig. Azt nem értem, hogy ez az egy cég van itt 0 kilométeren belül, akkor hova jövök? Valamit... Nem, hát itt van 0 kilométer, 0 perc. Itt vagy, ez az egy cég van itt a környéken. Semmi De más. akkor... Vedd fel a fuvart. De az nem a oda kis... visz. Vagy az lejárt közbe? Az létezhet? Akkor az lejárt. Az lejárt közbe, igen. Ó, te csávó. Na várjál, akkor betrolkodok már még egy fuvar kényszerbe. Azt mondja, hogy... Na nézzük, akkor, igen, el is tűnt, tényleg nincs ott. Akkor az az. Buda dél? Messze van? Vagy te felvetted már? Én már elkezdtem a Buda éjszakot. Buda éjszakot. Buda éjszak. Van is itt, itt is van egy Buda éjszak. Várjál, bejött közben egy másik Buda éjszak. 9 kilométerre vagyok. Hú, az 2 kilométerre van a izé. Jó, akkor de minden, mert megvárlak úgyis, úgyhogy... Azt a kurva, nem néztem szét. Majdnem felkentem egy buszt. Hát itt szét kell nézni, elfelejtettem, hogy itt nem gyér a forgalom. Szerintem egy centire ment el ott izé, szélvédő előtt. Jövök már belőle, engedjetek, mondd be! Jaj, csak lekúrtam a busz hátulját. Jó. Meg kell még nekem ezt szokni. Tényleg jó szélesek a kör, a körforgalom, az széles lett most így hirtelen. Igen. Durmó most nincs, így van. Jó, írtják is, lejárt az idő. Nem figyeltem. Most értem be Pestre, Budapestre. Ó, te a rák figyel, most mehetek át megint a héven. Szerintem annál a cégnél volt, ahol voltam. Persze, hogy pirosat kapok, hát miért is ne kapnék pirosat. Nem multizunk, nem. Csak... mondjuk úgy, hogy CB rádión keresztül beszélünk. Így van. Nincs sajnos multia. Nem lehet használni multiba. Csak egyszerre játszok ugyanazt a játékot, ennyi. Itt a forgalom elég durva. Hát itt, ja, itt azért... Plusz nem akar megindulni a zöld lámpánál. Igen, mert elengedi a szembejövőt. Én hát lehet az volt, igen. A teli zöldnél úgy szokta. Na itt vagyok, bátya. Így is van, mutasd. Hol van? Buda éjszak, ez az, el is vállaljuk.
Hova megyek? Hátra? A marról? Vagy erről? De merről, mert itt van keréknyom. El ne üsselek már. Annyira CB rádiózgatsz. Na, hogy verjem a postást, hogy az is pont ide tudott beállni, hát el se férek normálisan tőle. Jó Atya éjszakát. Isten, hát ez nem van, ez nem tudom mi van ezzel. Hát nekem 20 FPS-en van végig. Kajak. Aha. Úgyhogy már levettem mindent alacsonyra. Annak akkor utána kell olvasnod valamit. Hogy az miért van. Na? Ó, nekem high cargo pakkom lesz most, ahogy látom. Hát ezen már átmegyek. Hát nem sikerült jól ráállni. Szokás szerint. Nem is arra azért álltam rá, most látom. Ó, te! Rossz pótra álltál rá? Rosszra, mint a hülye, hát. Amire rá kellett volna állnom, az mellette van. Merem, akkor merre fordítom? Erre. Jaja. Hát ha befér ide a kamion, akkor elvileg így be tudom tekerni. Na? Na, így már rá is rakja, akkor nem kínlódok vele. Ja. Te már megjártad akkor ezt a kört, nem? Nem, még 4 kilométerre vagyok. 4 kilométer. Ki fogok én itt férni? Ki? Elfért a pót. Nagyszerű. Na majd, hogy itt hogy fér ki? Az a zöld postáskocsit, az... Hú, remélem kiegyenesedik a szerelvény, mire elérek idáig, mert... Jó. Úristen, mekkora forgalom van. Atya úristenem. De a zöld Borzasztó szaromat nagy. rendszám se volt. Ellopták rossz műszaki nélküli bolond autó. Hát te mit csinálsz itt, Joe? Mit integetsz? Hadd menjek ki, mert úgy elgázolom a fejedet, hogy öröm lesz nézni. Na? Jön valaki? Bolond motorhibás kamion elé ne jöjjön senki, mert most is megálltam. Kamion szerviz meg a végképp nem láttam sehol, úgyhogy az nagyszerű lesz. Ó, te ez a DHL is annyira jól be tudott ide parkolni. Ó, jön egy Vábere, azt a kurva! Vábere eszes kollega elég érdekesen vette a kanyart. Lehet, hogy majd én is be fogom rakni ezt a magyar cég neveket. Nagyon szuper egyébként, tehát majd nekem is menni kell a MOL-hoz, meg ilyeneket írt úgyhogy. Nem rosszabb vele, ha benne van. Ha már Magyarország map. Közben megpróbálom nézni a chatet. Nincs mikrofon. Engedjetek el, srácok, kösz. Mi van a mikrofon? Hát be van kapcsolva. Szerintem megy, mert látom, hogy pütyög a izén. Pont zöld hullám van, nagyszerű. Elfér ez a nagy izé. El, csak jól ki kell szedni. Azt nézem, hogy a egeret ott hagytam valamit, izén azt... Na, most levettem, nem láttam a kiírásokat tőle.
Látom, hogy a Nightbot is dolgozik közben. Közben írja Dr. Zeus, hogy AMG a V-Sync-et kapcsolt ki, Ki van? vagy az élsimítást. Ki Ki van van? minden? Jó. Én megérkeztem a céghez közben. Nem tudom, hogy be fogok-e tudni tolatni. Az még gyönyörű lesz, mi? Az a baj, hogy itt a magyar mapban a cégek azok nagyon szűken vannak. Igen, ez benne még a gyönyörű. Ó, és meg... Áj, azt hittem, hogy át tudok menni zöldön. Sárga. Hát megyek sárgán? Hát. Sárga! Sárga volt. Nem büntetett meg, tényleg engedte a sárgát. Tipikus magyar. Hopsz, itt közben egy Opel Astrásat lemeszeltek a rendőrök igazoltatás szinten. Én is ott jöttem el amellett. Igen? Akkor az jó, aha. Látom, a Forma 1 is ki van írva, hogy mikor lesz. Vannak ilyen plakátok. Na. Ej, bolond mente! Lezúztam az egyik asztrát. Sávváltás napon mellettem volt. Hát, sorry. Nem akartam a mentő mögött megállni, mert az le akart kanyarodni. Na, kész vagyok. Igen? Aha, majd innen megyünk tovább, akkor megvárlak. 7-es kilométer, és ott vagyok. Most jövök Oké. A körforgóba. Azt mondtad, hogy te itt a körforgónál jártál. Tényleg megszélesítették, nagyon jó lett. Igen, azon mentem keresztül. Úgy hörög a váltóm, ahogy váltok, hogy az valami öröm hallgatni. Ott majd az út végére elérté, ha jól emlékszem, lesz majd egy kamionszerviz. Tényleg látom, ott van az izé, a kis fogaskerék, vagy mi az Isten jel. Lehet-e csomagot küldeni? Ezt most nekem, tőlem kérdezed? Lehet, csak még nem adtam meg ilyen címet, hogy mire, hogy hova lehetne. De terveztem ilyen postás cuccot. Hopsz! Új, a sprinter futár előtt éppen sikerült megállni. Milyen mikrofont használ? Kérek szépen, ez valami Trust 2500 forintos kis mikrofon. Tőlem kérdezik, de szerintem ezt AMG jobban tudja, hogy hogy van is ez a... Easy peasy. Lemon squeezy? Azaz. Ez a Cségóból származik amúgy ez a dolog, azért szoktuk ezt Rolival mondani mindig. Ez nagyon easy peasy, lemon squeezy. Az easy, azt arra szoktuk mondani, mikor könnyű győzelmet aratunk, érted, hogy ez easy volt. Így van. Mint például, mit tudom én, a Forma 1-be rajtszélgyőzelmet mondhatjuk nyugodtan easy-nek. Így van, amikor itt Hamilton ledúlta az utolsót. De várjál már, az még fenn sincs, kussoljam már. Jó, nem mondtam semmit. Én most, várjál, mert most nem is ugrik be, hogy mit beszélsz, de mindegy, jó van. Semmit, nem szóltam. Jó, akkor Buda északról fogunk tovább menni, és akkor majd várok addig, amíg be nem érsz. Én nagyon szívesen haladnék, ha a sprinter futár előttem is azt mondaná, hogy... Most piros lámpája van, az előbb zöld volt, az nem ment. Tehát... Igen. Villogok rá, mint a szemét. Ugye mondjuk most pirosban van. Leo Screezy. Ennyi. Küldhetek levelet, meglepetés lesz, hogyha küld... Persze, lehet küldeni, majd mondom, tényleg megcsinálom ezt a posta dolgot. Na végre elment a futár Jóska. Most valahogy be kéne kanyarodnunk, csak ez a Honda Accord itt olyan jól beállt itt. Ja, meg a FedEx-es autó, hogy megállt a sín kellős közepén. Nagyszerű. Hát, nem jön semmi. Jó. Ott szoktok állni a gyorspostások, ahol nem lehet. Hát így van. Na, itt viszont pont jó. Ú, de jó, nem jön semmi. Hány kilométer van még? 5. És 5 perc. Ó, az jó. Csak... Az easy. Az easy. Úgy beállt itt Pesten itt a forgalom, hogy nem tudom, hogyha nem Pesten fogunk menni, mert el tudunk menni máshova, akkor kicsit jobb helyzetben leszünk.
Motorhiba, jó, nem baj, gyere, mindjárt megnyerünk. Megnézzük, megnézzük majd, hogy hova jó mindkettőnknek. Na már csak 4 kilométer. Ez olyan király egyébként, hogy ezt is valósan méri. Nagyon jó. Milyen, tehát mivel te most próbáld ki először, milyen tapasztalatod van így elsőre? Nagyon jó, nagyon jó. Mondjuk Úgy. nem tudom miért alacsony az FPS-em, de nagyon jó amúgy. Az valami más miatt van egyébként. Mi az, hogy forduljak vissza? Mi van? Mi van? Elnéztem egy izét. Besza... Ja, de várjál már, ott át tudok menni. Hogy nagyítom a térképet tovább? Igen. Igen. Mi van? Ha nehogy Budán ne tudjak már menni egy másik úton. Benézted? Mindjárt nézem a nagy térképen. Bazd meg. És ha, nem, ott vissza tudok fordulni. Itt visszafordulok, és ott átmegyek. És jó, oké, semmi. Semmi. De szerintem valami, lehet elnéztem, nem tudom. Akkor itt kijövök, akkor ebbe a sávba, akkor viszont itt én kikanyarodok ide. Kiszedem a kamcsit. Így, úgyis engedi. És akkor én jövök a volán busszal. Az is erre jön? Nem, amarra lekanyarodok. Jó. Így megyek egy kört. Nem, most legyen már motor hiba. És itt így van, már dobta is a térkép. Innen meg gyönyörűen már megyek is vissza. Nem mentél be a szervizbe? Ja, nem. Nem. Ügyes. Nem. Ügyes. Nem, annyira el squeeze-iztük itt a cseten, hogy... Úgy nem. Most meg a szembejövőket el kéne engednem, de én leszek olyan szemét, hogy szépen be fogok ide dúródni, mivel úgyis megállt a szembejövő Iveco. És azt mondja, hogy mennyire öcskös, ha már ennyire köcsög lelkű vagy. Remélem nem viszem le a boxer elejét. Jó, nem, befértünk. Az pont egy rendőrkocsi előtt álltunk, az jó lesz. Akkor itt egyenesen megyünk, és utána egyből balra. Aha, és akkor úgy jó. Na, elindult a rendőrautó, és megállt a kereszteződés kellős közepén, igen. Ja, megteheti. Ennyi már baszott. Ráduráltam. Nothing happened. Menjél már, a jó Isten! Ja, mert most nem akar a sínre állni. Oké, azért állt meg. Oké, vágom. Mert ott meg olyan sor van előtte, hogy a sínen tudna csak megállni. Mert ott megy egy hív. Nem kormánnyal játszom, ez most kontrolleres. Mivel játszok? Hát ki van írva a címébe, könyörgöm gyerekek. Akkor ráadásul nem is rövidítve van kiírva, hanem rendesen. Nem mondod, hogy ilyen kérdés van. De van. Ez ilyen kiégető. No, szerintem ez direkt van. Közben egy feliratkozás. Daily. Átállítom már forintra az izét, úgyis mindig euróba játszok. Na, nézzé, nekem is van. Ez most forinton van. A profil külön izéli, tárolja. Menjél már, a jóisten kon... Hát én kikerülöm az meg, hát nem igaz. De miért nem mész? Jó, majd mindenki be van állva, mint a szar. Be van állva, mint a gerej. Hát... De ezek is miért nem mennek? Hát a fele itt parkol a sínen. 64 néző van. Az gyönyörű. Hát én most... Figyelj, én most elindulok közöttük. Jaj. Elférek. El, hát. Az oszlop mellett is. El. Busz mellett is. Hát figyelj, két sávosból hármas sávos csináltam, de leszarom. Hát nekem menni kell, hát itt nekem fuvar van. Igen, Ádám, eredeti a játék. Csak ez egy mod hozzá. Így van. Big deal! Jönnek az emberkék. Úristen, Leo! Jézusom! Te kikerülted az egész időt. Én megoldottam ezt a izét, hát én nem szaragodok itt a dugóban, hát ne vicceljünk már itt azért. Na, a Balogh Bence, szia!
Úristen, átgázoltál mindenkit. Senkihez nem értem hozzá. Abszolút mértékben ott hagytam mindenkit a helyén. Na, és meg kanyarodjak le, most a Haven vagy ja, Haven után. Oké, okay. Jó. Igen, és akkor itt kell lemenni egyből. Pont zöldet is kaptunk, nagyszerű, kollega befordul, Skodást elengedjük, és akkor mi is szedjük szépen befele most már a lábunkat. Marton? Ékezetet sajnos nem ismeri a jelzőprogram. Na, és akkor, majd nehezen az ide ez a fene. És itt nyomunk egy balost. Így van. Itt jár, itt... jártam én is, itt jöttem el. Alig vedd be a hetest. Nagy recsegve ropogva. Ja, szétszakad a kamion, baszd, olyan hangot ad. Jó. És végén még egy balos, és itt is vagyunk már. Vaj, mi ez a mannit? Mi ez a nem mert ember tábla itt, meg oszlop? Ja, és akkor odaálljunk be. Viszont nem ugyanaz ahhoz a céghez vittünk árut, de nem baj. Ó, várja majd, hogy a... Ó, te hogy állok én oda be? Vagy Azt várjál? Mondja, hogy... Úgy tudom, Ugyanoda hogy... viszed az árut, ahova én vittem. Igen? Aha. Most kiszedem akkor ide a cuccot. Új, te elfér... Elférek a kólás ládáktól el. És talán én oda idem. Betolattam. Igen? Én oda betolattam. Jó, akkor én is befogok. Azt mondja, hogy de most megvan Ford, törve az... Fordítsd vissza teljesen a kamiont, és mint hogyha kifelé mennél a cégtől, és úgy a pótot próbáld benn betolni. Az nagyon szép. Csak szerintem én itt a ládákat itt meg... Ezért egy kicsit. Jó, befordulsz a ládák közé, most nézem. Nem szabad. Nem volt inkább jó a kiárat, a kiárat felhúzd el a kamiont. Most GTA módban megyek vele. Hova beálltál, tesó? Na. Jó, akkor én be is parkoltam ezzel a eredménnyel. Nyomtál egy entert? Hát hogy ne. Jó, van az úgy. Megszállott. Na, akkor innen Buda éjszakról. Hát én, mire itt beparkolok, az egy év lett volna, én most ezzel nem mockerázok. Jó. Te mondjad, hogy hova menjünk. Taxi 5 volt. Igen, hát ez az volt. Azt mondja, hogy nézzük meg. Itt vagyok most. Hol vagyok most? Itt vagyok. Buda. Észak. Észak. Észak Budán. Almás fűzítő. Jó messze. Igen. Székesfehérvár. Neked mik vannak? Nekem a legtávolabbi... Igen. Fuvarom az Pest dél. 25 Pest kilométer. Dél. Pest dél. Pest közép van nekem itt. Pest közeped nincs? Nincs. Dél. De, de van Pest közép is. Van Pest közép? Van, van, van. Nekem az a legkisebb. Akkor de izéd, izéd nincsen? Várjál, Pest dél nincsen? Neked? Az nem, nem. Volt. Nem, ez jó, volt. Akkor, akkor marad a Pest közép. Pest közép volt csak. Jó, akkor elvállalom. Jó, érte kell menni 3 kilométerre innen. 16 kilométer. A fuvarért még 3 kilométert kell szakadnom. De jó, beálltod a magát. Na. Jó, akkor... voltak a ládák, ezt most kihagyjuk azt a sztorit. Jó. És akkor itt elvileg egy balost kell venni. Jó. Jó, de nekem egy kamionszerviz nem ártana mi. Hát útközben igen. Akkor inkább még gyorsan elszaladok, mert itt van nem egy sarokkal arrébb.
ráálltam a zebrára. Gyertek már, akkor engedjetek ki. Úre virgoz lett így a gépezet. Nagyon király lett így. Én oda hogy megyek be? Szervizelni a fejem. Várjunk már. Hagyítsunk rá. Aha, itt van szembe. Na, transflexes, nekem jön, nem? Jó, akkor gyorsan itt kiszedjük a fejünket. Ide beállunk. Szkániáékhoz. Na, oly is ott van a izé, ott a jel. Na, csak startolok ráfele. Na nézzük, mi van itt, mi hibázik. Hú, 4 millió 7. Jó, már kész is. 4 millió 7. Forintba. Nekem annyi pénzem van. Nekem 84 millió van most. Az igen. Na viszont most már hibátlanabb is jószágunk. Úgyhogy akár mehetünk is szépen. Viszont... nagyon rövidek. Itt a zöld, a zöldek nagyon rövidek. Hát, mint Pesten egyébként is, tehát... Ó! Kiengedsz, te show? Dehogy engedsz? Te, kiengedsz? Ó, köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon navigációs fejűek voltak. Jó van. Na! Akinek ismerős, ahol járunk, az írja nyugodtan a chatbe. Kajak egyébként van, aki így felismeri, hogy jé, én itt vagyok, vagy... Hát nem emlékszel rá? Az előző részekben is volt. Tényleg. Az előző részekben is mondták, hogy... Az például volt egy útjavítás, és írták, hogy az már nincs ott azóta. Meg ilyenek. Melyik jó út? Minden feliratkozónál itt van, íhá van, csak mindjárt majd lejjebb veszem, mert már kiíházta a fejemet. Hát mint amikor bereklámozott a... Hát... Akkor hát az nagyon kemény volt, mikor azt csinálta. Akkor már majdnem agyfasz kaptam. Hát én is. Konkrétan már nem tudtam, hogy hon vagyok. Ez nagyon komoly, így a hidak között jövünk fel. Ez rohadt jól néz így ki. Azért vagyok 34 kilométernél hetesbe, mert nem én váltok. Tehát... Sajnos... Kontrollerrel nem kezdek még ezzel is variálni, így is annyi gomb van, amit be kell rajta állítani. Ablaktörlő, villogó, ilyen lámpa, olyan lámpa... Én hogy... már úton vagyok, amúgy le... Jó, én most kanyarodok ki a főút részre. Nagyon aranyosak itt a forgalomba. Na? De megvan már, hogy csináljuk. Tehát én meg fogom várni, amíg te felveszed a pótot. Érted? Egy kilométerre van, úgyhogy szerintem ez menni És fog. Amikor felvetted a pótot, én akkor indulok el. Uh-huh. Én kimegyek a fordos elé, szarom le, ha nekem jön. Nem jött nekem a van azon fék, tudtam én. Jó. Vannak itt felújítási munkálatok rendesen. Igen, itt azért kell. Jó, és itt meg egyből lemegyek, és akkor elvileg itt van a cég. Ó, az anyám szűk, jó Isten, itt hát itt majd hogy fogok kijönni? Most láttam, mikor fordultam, hogy így... Aha, itt a molhoz kellett jönni. Ó, ne már, ne engedd el őket! Most már menjél? Nézd meg, ezt nem hiszem el, hogy van ilyen. Na gyerekek, itt is vagyunk. Melyiket beszéltük akkora izét? Lejárt, bazd meg, mire ide értem. Nem hiszem el. Pest középre megyek. Nincsen. Nincs. Almás fűzítő van, kerek egy háza, meg dobos. Ó, de jó. Megnézem, mi van arra. Úristen, várj, kerek egy háza. Azt rohadt. Mit mondta, hova megyünk? Pest közép? Felé bevertek oldalról. Igen. Hát itt álltam a kereszteződés közepén. Pest közép, Pest észak, Pest közép. Hú, az meg. Az Pest közép, az kell. Hát az a baj, hogy
Úgy beesik, csak én nekem... Ó, dabos. A dabos megy arra. Innentől meg már nem fogunk tudni együtt. Akkor menjél szólóba, traktorba. Jó. Menjél traktorok Pest középre, én 9 kilométer is ott vagyok. Jó. Beparkolok, oppá. Olyan soká értem oda, hogy egyszerűen nem... Nem volt ezé. Nem volt oda fuvar már. És nincs a izébe se. Viszont Pest közép, ugye, Pest délre viszont van is, az ott van mellette, úgyhogy azért gyorsan még Na, elszaladok. jó. Ó, az is 3 kilométer. Remélem, hogy nem jár le, mire odaérek. Akkor biztos lehet benne, hogy zé agyhújkövet kapok. Hát ez hihetetlen, ami itt megy ez a közlekedés. Ez elképesztő. Úristen. Itt is azért nem tudom, hogy jöttem volna ki a szállítmánnyal, igazából nem is vagyok rá már most nagyon kíván. Hát én kamikáze módon kijövök, geci, a négyese. Ó, azt telibe baszott egy busz. 20% károsodás. Úristen, nem mondod Ja, ez már nem is megint. busz. Egy nagy Renault Magnum, az meg. Összetörted megint. Itt a szar, mert mondom, á, faszom szarakodik. Hát itt nem lehet, bazd meg, itt szarrá törnek egyből. Hogy igaza volt, mert kihajtottam elé, szét se néztem, csak úgy mentem. Miért amarra indexel ez? Hát nem irigylem a pestieket, komolyan mondom. Én se. Már most átmegyek durva Igen? módba. Aha. Gyorsan fel Átgázolsz akarom venni a mindenkit? izén, fel akarom venni a góvart. 70-nel hajtok az izén. Fő utcán. Jó. Hát Jaj. Na, mindjárt egyből ide értünk. engedj be, Batyó. Há, baszki. Azaz, engedj be. Még a 20%-os károsodás az Köszt. még annyira nem vészes. Hát én is meghúztam most az üveg oldalát, de hát Na, hadd nézem. nem bírom ezt a tökölést. Pest dél, megvan, oké. Fuvar, megvan, ó de jó, rá is állhatok. Milyen mikroizé ez? Ja, egy nagy pótkocsi. De szó szerint pótkocsi. Megint nem jóra... Nem jót nézek. Jó, mellette levő... De nem tudom. Én miért nézem ezt el? Menj már innen, sisakfejű. Ez érdekes ráállás lesz. És már szedem is alá, csak kicsit későn. Nem baj, egyenesítünk rajta. Úgy, és most. Na ezért nem lesz nekem soha kamionos jogsim. Hát nem, kontrollerre nagyon rossz játszani, Leo. Nem csak azért. Na. Hungarokamionos póttal fogunk menni. 20 kilométer. 20 kilométer? Aha. Jó, sok. Jaj, te jó szagú! El fog ez férni? El, jó van akkor, ó de. Hogy a UPS-es anyját, hogy ide parkolt, ez is. Elment a fakabács, jó. Mint ezen még átfék. Nagyszerű. Mikor lesz megint multi veletek? Hát gyerekek, most mondjuk azt, hogy az egy kicsit ilyen nyári szünetre megy. Elég hosszúra. Jó, ne már, ne csináld. Mire csak a váltó? Megint összecsuktad a kamiont. Nem, csak recseg.
Óvatosan megyek. Milyen jó eldumálgatnak itt az útszélin emberkék. Igen. Sehol semmi. De rohadt jól meg van csinálva ez. Egy lakótelep. Úristen, mi van itt? Atya úristenem. Na. Itt megyünk. Jobbra. Oké. Pakson lakok, és Dunaföldvár van benne a játékban. Benne lesz majd szerintem Paks is. Bó, hát az egész ország benne lesz, csak lehet, hogy 2 év múlva. Valószínű. Hát gyerekek, eleve 4 éves már ez a játék, úgyhogy igazán tudunk várni még egy kicsit. Meg így is jó, hogy már így legalább tudunk vele egy kicsit nyomulni. Most bebagolt a térképen. Ja, oké, ott arra. Pesten ez a nagy csőtenger, ez nem lesz sose lerakva. Igen. Az amellett én is eljöttem. Teljes káosz van itt a közlekedésben. Na, Teljes káosz. mi történt? Hát össze-vissza állnak az autók. Igen? Te olyankor előveszed a jó öreg taximódszert, mint én, aztán... Hopsz, a TNT-s kamion vagy kocsit majdnem megrántottam. Hű. Te meg a Penny logisztikás külön örült nekem, hogy kivágódtam elé, de nem érdekel. Nagyon le van bombázva, nem tudom milyen hídnál jöttem itt át. Itt markolók, meg minden anyám kínja. Én is ott jöttem el, hallod? Én is ott jöttem el. Azért mondom, itt nagy bombázások vannak. De úgy látom, hogy keresztül hajtasz mindenen. És nem, tényleg, csak... tényleg ott jöttem el a híd, a két híd között jöttél Aha, fel. Igen. Elég sok lesz majd a lámpa, itt egy jó zöld hullámot ki kell fogni, aztán lehet menni. Ott rengeteg lesz. Nem is fogom szépen túltolni, most úgy is látom, hogy piros. Mire érek, szeretném a zöld lenne. Na itt akkor ez zöld, mikor odaérek kereken. A jégy is van, még jól lelassítottam. Hallott, kiértem a belvárosból, és 60 FPS-re megy már a játék. Na. Egyébként most itt a izé részen nekem is 30-al megy. És úgy zárójelbe megsogom. Három kilométerre vagyok, te mennyire vagy? Én 14-re vagyok. Akkor várni fogok. De Te neked én... még át kell lesz jönni... Pest közé. Más, így van. Így igaz? Van. Úristen, mennyi kocsi. Pest északon, ha Újpest felől mész át Újpalotára, ott lesz a Pólus Center. Nagyon laza, utána befordulsz jobbra, ott lakok. Azt a rohadt. Na ezt mondtam neked, Norvi. Látod. De kemény. Ezt mondtam neked, hogy azért vannak emberek, pestiek, akik képbe vannak. Hogy hol járkálsz. Hungária körúton megyünk most éppen. Nem AMD, az egy processzor, gyerekek. AMG. Bár ezt már, már megszoktam amúgy. De Martin direkt írtam ott a vigyorját. Meg ő tudja. Igen, Ernő írta nekem mindig így. Jövök-e a Fehérvárra, Alira? Hát legszívesebben mennék, hidd el. Bár mondjuk, ha most azt veszük, attól 26 kilométerre leszek, úgyhogy. De nagyjából meg is mondtam. És megint egy piros. Orkol közben a váltó. Minden pótkocsit megpróbálok leparkolni rendesen.
Ja, hogy kapjad minél hamarabb a Hát TP-ket, persze, és a akkor izék. így legyen Így hosszú van. fuvarod. Aha. Legjobb utca nevük itt van, a Béketér. Az jó. Én már Miskolcot várom, hogy benne legyen, majd akkor tudjunk menni az Avas gettóba. Dr. Zeus kérdezi, ugye mindig itt szokott lenni, hogy AMG, neked miért pont a Mercedes a kedvenc autómárkád? Mi köt téged ehhez? Igazából a McLaren kötött hozzá már jó 10 éve. Amiatt van ez így. Jaj. Jaj, jaj. Meg az a kedvenc német márkám amúgy is. Na beértem, Leo. Leraktam a pótot. Nagyon De jó. akkor most a nagy hatótávolságút azt... Én azt nem értem, mikor ide nagy zöld jóskák megindul, vagy lámpa van és nem mennek, de már most vágom, miért? Igen. Nekem is így volt. Mert le akar kanyarodni, meg mellett el akarok menni külsőben. Most nagyon állatú közlekedek. Egyébként nem így mennék, tehát az mellesnek mondom, csak szeretnék haladni vele, hogy AMG-t minél hamarabb utolérjen. Ma itt megyek el a Onnan, nagy... várjál, nem is kell átjönnöd. Nem is kell átjönnöd. Hol vagy most? Hol viszed a fuvart? Délre. Várjál. Pest? Pest dél. Igen. Ja, Wabererszhez. de akkor át kell jönni, mert nekem csak Pest közép, meg Pest észak van. Felfedezve. Mit mondtál, melyik van közel hozzá? Közép. Ja, igen. Közép, így van. Most oda megyek. Tehát ha oda tudsz hozni fuvart, akkor hozzad. Pest délre? Pest közé. Tudok. Középre. Mondom most... Várjál. Nézd már meg, légy Nem, szíves. dél, bocs, dél, Délre? Jó, Pest dél. tudok. Pest dél. Akkor megyek. Akkor oda megyek. Á, geci, megint kiszúrtam azt, aki pont le akar kanyarodni. Na, Hány jól van. kilométerre vagy? 10-re. Hát annyira Jó. lassú tempóba tudok menni, hogy az valami őrület. Jó, nem baj. Lámpa, anyám kiírt. Beérlek. Én De is miért? 10 kilométerre vagyok amúgy. Kijövök most már külsőbe, mert elegem van, hogy mindig le akar kanyarodni valaki. Akkor meg Rittig majd eme oldalról akar lekanyarodni valaki. Van olyan FPS droppom, hogy... kiugrik a sofőr az ablakon. Érdekes, mert mondom, nekem is itt 30-al megy, ha meg kijövök, akkor megy 50 meg 60-nal is. Patkáztam. Ú, az szép. Keresztül Elmegyek. húztam a pótot a patkán. Ott a villamos. Tök jó. Itt sárga villamos. Úristen, ilyen régi Actros-szal megyek, Mercedes Actros-szal. Na, nekem olyan motorhibám lett, hogy be se indulok. Az szép. Na, de. Nyerünk, mert átvált utána, az baszhatom. Ó, a UPS-es anyám! Á, én nem válok meg, hát hülyéskedsz itt. Simán ki lehetett volna őket kerülni. Sárga, piros. Á, az még sárga lesz még az. Vagy nem. Na jó, a strabagos elengedett. Közben jött Márk, de amúgy ha jól látom, igen. Az, hogy már Kecskemétnél jár, az óriási fejlődés. Az, igen. Hogy teljesen el lehet menni már Kecskemétig. Jaja. Hát nem sokára kis újszállás, meg ezek jönnek. Jaja. Már Közben majdnem van. Ott van. Ajj. Összetörted Ugaszt meg, megint. azt a kurva. Megint összetörted. Ledúrtam egy Oktáviát, meg egy másikat, mert nem álltam meg a piroson. Szép. Mentem.
Sokáig volt sárga, 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 piros, én meg már ment, nem álltam meg. Oktávia telibe izélte, telibe, totál felborult, full. Tetőre Felborult. kúrtam. Várjál, mert itt megy a telefonon a live előttem, csak nem nézem. Aha, teljesen, abszolút átgázoltál rajtuk. Az teljes, itt átmentem Knight Rider Goliath módba, kész. Ennyi. Igen. Ennyi. Valóságban is így vezetek? Nem. Elég sűrűn kín akkor autót cserélni. Hát meg lehet, hogy már a kezed lábad eltört volna. Meg börtönbe ülnél. Igen. Igen. Yeah. Neked miért tűnnek el a sávok, minél előrébb mész? Igen, ez egy ilyen érdekes bug benne. Ja, nekem is. Így van. Mi az a minion? Ez így táncolva valaki feliratkozik. De ez valami új cucc, ezt nemrég raktad oda? Igen, ez így jelzi, hogyha valaki feliratkozik, és akkor az a táncikál. Gocs. A Falloutnál csak nev, hogyha azzal játszok, akkor ott csak a nevet írja ki. Na. Le kéne kanyarodnunk, de a fókusz még nem nagyon akar elindulni. Mondjuk elengedtek? Vagy mit csináltok? Rambó kombó, cucc kombó, mi? Így van. Ennél jól mondja. Kösz, elengede. Ez ilyen durmós volt. Igen. El kell mennem csepp erre. Ez az. Átmegyek majd a hídon. Menjél már, pöcsöböccse! Nyit meg és megáll, megáll, megáll! Mucsi? Hát... Jaj. És dudál. Anyád temetésén dudál. Így van. Állás közben motorhiba. Kész. Az pont, szép. Pont elindulnak előttem. Az a leggyönyörűbb. Megindulnak szemből is. Ácsi! Úgy bizony Oktáviárat fog vissza. Ó, baszki. Hát itt nem fogok elférni, csak a járdán. Igen, vagy ledúrom a szembe jövőt. Igen. Megúsztuk. Tényleg csepel. Ennyiből megmondta, érted? Egy kereszteződésnél. Igen? Aha. Mert írták, hogy csepelre fogsz érkezni. Itt mész nyugdíjba, hát körülbelül mire odaérek ezt a tetves 6 kilométert még. Én még 3-ra vagyok. Nézd meg és megáll, megáll, megint. Megáll, mondjuk hát jó, elengedi a szembejövőket, de most már induljál már meg, légy szíves, indulj már meg. Na. A tetvedik, hogy izéljen már itt. Forduljak már, a váltón majd kiszakad. Ma, akkor jöttünk haza, egy furgon, emlékszem, előzött egy kocsit. Nem tudom, biztos rossz lehet benne a kormányon a index kar. A geci utána végig, de nem tudom hány kilométeren át, végig úgy jött, hogy ki volt baszva balra az index. Az igen. Mondom, srácnak, akivel jöttem, mondom, hallod, valaki látja szemből, valami tanulóvezető, az be fog fosni, hogy az még rá fogja rántani azt, hogy index az rárántja, hogy arra akar menni. Hát de azt jelzi a műszerfal is, hogy tudom, az pillog, úgy, mert, nem? Ja, mert a másik, amit észrevettem, kurvára sokan rohadtul leszarják azt, hogy a lámpát fel kéne kapcsolni. Attól aha, függetlenül, hogy most hol vagy, hogy hol még. Aha, mert igen. Se autópályán, se sehol nem volt, egy csomó kocsinak, 10 kocsiból 8-nak nem volt felkapcsolva a lámpája. Az szép. Az igen. Tehát
Ez kemény volt. Hú, valót, ha tehetjük azt a pesti dolgokat, ezt hagyjuk már el, mert már hülyét kapok a sok lámpától, már most kijöttem innen, hál' Istennek, itt Csepelen csend van. Gyönyörűen lehet haladni. Onnan Ó, neked de egy honnan vannak fuvarok? Hol lesznek majd? gyönyörű, szép parkolóhelyem van. Egy deka pótkocsi nincsen a közelben, nyugodtan be tudok parkolni. Mindjárt nézem, mert most parkolok be. Nagyon jó. Közben megérkezett a busz is. Apropó busz egyébként. Mondtak nekem egy olyan játékot. Ilyen buszos. Az a neve, azt hiszem, hogy Omni 2. Nem ismerős. Amiben benne van Pest. Le van Az modellezve igen. Pest, és te vagy a buszsofőr. És még azt én Az szeretném igen. majd kipróbálni. Az nagyon kemény. Kész vagyok Leo közben. Nagyon jó, én is ide értem a Waberelshez. Pest dél, igaz? Onnan megyünk Így tovább. van, így van. Jó. A legtávolabbi út az Dabas. Az nekünk tökéletesen jó lesz szerintem. Miért vont le? Ja, mert kimentem a izé elé, igen. 106 000-et levont. Ez szarom. Tapasztalat van, kész az a lényeg. Azt mondja, hogy akkor innen nézzek egy Dabast, azt mondod? Pest dél, így onnantól Dabasig. Áros, tatován, nyerges új falu. Kecskemétre is lenne fuvarom, baszki. Úristen, az hány kilométer? Az kérlek szépen... 22 perc. Nem írja, hogy hány kilométer. 70, de, 70. Az igen. Az szép lenne. Ráadásul ez valódi 70, tehát itt ez egy jó órás lenne szerintem kamionnal. Körülbelül. Igen, Tatabány a Székesfehérvár, Székesfehérvár. Székesfehérvár, Cegléd is van. Az is szép. A térkép Albert írsa. Albert írsa, Albert írsa. Marton, Tököl, Buda, Észak, Ócsa. Meg Csepel. Nekem ennyi, nincs más. Nem mondod. Na várjál, mondjad még egyszer, légy szíves végig az egészet. Visszafele mondom, a legközelebb Csepel van. Ezt nem is mondom, Ócsát, meg 9 perc múlva lejár. 40, akkor Buda északon van, Tökölön van. Tököl van nekem is. Van Tököl? Van, van. Menjünk ma oda, mert nekem lejár, lenni a lejáratod. Nekem azonnal indul. Ja, azon, ja, meg izé vagy, jó, oké. 39 perc a lejáratom amúgy. Na, akkor beállítom azt. Jó. És akkor én csak akkor fogok elindulni, mikor felvetted a pót. Az meg, 6 kilométerre van a pót. Mikor jár le? 1 óra 5 perc, tehát az nem probléma. Mehetek a 6 kilométer, nem baj, megyek, mint a hülye. Nem érdekeltek itt engem! Kicsit talán mégis. Konnektálva vagyok megint. Mi történt? Connection lost volt. Hát nem de a live is behind. Behind? Ja, nem, már megy. Már megy közben. Jó. Ha? Azt beszéltük, hogy Tököl, ugye? Így van. Most értem ide a lerakóhoz, mert úgy jöttem, mint a ökör. Nem felrakóhoz? Vagy felrakóhoz, igen. Felrakó. Jó, szóljál, ha felvetted a pótot. Mindjárt ráfordulok. Kilencvennel jöttem át a városon, baszki. Az szép. Melyik pót lesz az? 23 kilométer. Én arra hogy állok rá? Már közben elindultam. Jaj, jó. Úristen, dömpereket viszek. Azt a rohadt. Kienged, kösz. Nagyszerű.
Egyszerű és nagyszerű? Rajtam van a Vagy pót. nagyszerű és egyszerű? Ez easy peasy leosz. Ott kell kimenni. Jó. Szedjed, 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 szedjed! Elfér a Fordnál. Na, mindjárt kiderül. Leviszem. Na? Hú, nem raktam volna az ujjamatokat a közé. Elfért. Hihetetlen. Az igen. Szevasz, integessé. Így van. Na. Így van, ezt szerintem még levisszük, gyerekek, aztán Offline. A mai kis live-ot le is zárjuk ezzel. Live-ban falhoz vertem a telefon, mert azt hittem, hogy azzal van a baj. Az Nem, hát szép. tudjátok, hogy itt szokásos, azért ezt megszokhattátok már. Vannak ilyen szokásos széthullások. Tegnap speciál egész nap azért nem volt live, mert 1,52 megabitet mértem letöltésre. Az igen. És ugyanennyit feltöltésre. Tehát tegnap valami olyan csoda folytán a 40 per 10-es net lekorlátozódott 1 per 1-re. Na most azzal szerintem a csirkében levő, vagy a olban levő csirke is nagyobb live-ot tud csinálni, úgyhogy anyagoltam ezt a dolgot. Legközelebb csinálunk egy csirke online. Milyen izgalmas dolgok történnek. De király, itt alattam az autópálya minden. Csak itt le kell menni Szeged felé. Jöjjön. Ez méretarányos, ez a Magyarország térkép, igaz? Majdnem. Huszonhét gyönyörű kilométer, de legalább autópályán. Autópályán? Igen, az M5-ösön. Engem nem ott visz. De már, most az M5-ösön megyek, utána M7-esre kell menni. De most hova viszel fuvart? A tökölre, nem? Igen. Én is. De engem nem pályán visz. Én most megyek át az M0-ás alatt. Most vagyok Dunaharasztiba. Nézem, hogy M0-ásra visz engem is most ez a kis történet. Az meg ezen az úton mentünk ma. Itt mentem el ma. Az szép. Ugyanez, ugyanígy néz ki. Pontosan ugyanígy néz ki. Így van, így jöttünk le az 5-ösről a 0-ásra. Beszarás, bazd meg. És tényleg ki vannak írva, hogy a kapuk száma is, így a tábla felett, hogy hány a számú kapunál kell kimenni, meg mit tudom én. Tudod, mi is még benne? A Véda. A Véda rendszer. Ez a... ezért kukkolós, hogy be vagy-e kötve, meg mindent tudod. Aha. Úgy 90-nél kapja a motorhibát, úgy is van. Uff, szép. Pengetünk az M0-án, így is van. Jaj. Hát ez rohadt jó amúgy. Ez nagyon Kibaszott jó. jó. Kibaszott jó. Ez elkészül, fel kell rakni egy szerverre, és lehet nyomni multiba. És utána csak mindig a szerveren kéne ezt patchelgetni szépen, és ennyi. Nem? Szerintem utána ez meg lehetne oldani. Hát én nem tudom. De gondold már lesz multiba így forgalommal mindennel együtt. Hát a forgalommal nagyon beteg lenne.
Csak jó lenne már ilyen ismerős helyekre is menni, érted? Igen. Motorhiba, ez kiégett. Hát csak 16 km. Kicsit jobban megindult, hogy mióta kijöttünk Nekem Pestről. 13. Igen? Aha. És te nem pályán mész. Hát igen, az a baj. De Most is akkor a lámpánál vagyok. ötös főúton mész, hogy melyiken mész akkor? Várjál. 510-esen. Van, akkor az ötös meg az egyes összekötő. Azt mondja, hogy ráckeve tököl. Igen, most jöttem le a pályáról. Azt én ott hogy fordulok el a Nagy Volán RT keresztbe? Ja, oké, jó, elindult. Nagyszerű. Sziget Szent Miklós. Most Lakihegyen vagyok, hogy hova jöttem be. Innen még 13 kilométer. Persze, hogyha a DAF is azt akarja, hogy haladjunk, akkor... Ráckeve tököl, jó, akkor jó felé jövünk. Messze vagy? 13 kilométer, hát lámpánál vagyok. Te valami teljesen másfele vitt akkor téged. Szerintem is. Halászteleken vagyok már. Ó, de fantasztikus, esik az eső. Remélem, hogy az előttem levő Fábia nem fog fékezni, mert... Telibe vered. Mit a szar. Nem volt követési távolságom nagyon sok. 10 kilométer, nagyon jó. Hány kilométer? 10, 9, ja nem, 10, 10. Ez nagyon easy peasy. Tök jó, egyébként tényleg ezek a úthibáktól kezdve még minden meg van csinálva, hallom. Nagyon jó. Szigethalom. Akkor itt kell Szigethalomnál lemenni. Így van, ott van tököl, 300 méternél lehajtó. Szia! Doni? Hol olvastam? Még egy feliratkozó. Beíjházott. Oké. Pont lefértünk. Innen 7 kilométer tököl. Ennyi. Én 9-re vagyok. Igen, a pálya miatt nekem jobban kijött a dolog. Meg látod, ezek szerint több útvonal is van. De ezek annak kis falukon átjöttél, amit most itt mondtam? Ez a halásztelek, nem. Meg ilyeneken? Nem, 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 nem. Azért mondom, hogy másfelől közelíted meg. Jelzek már, hogy rendőrök vannak itt. Mérnek. Villogok nekik. Na, itt vagyok tökölön. Most értem be Sziget Szent Miklósra. Utána lesz. Hol van a lerakó? Azt mondja, hogy 4 kilométer.
nem bírtam elolvasni a nevet, valami Bodnár Gyulics, nem tudom, is csatlakozott. Kicsiben van a név, ezt nem látom, jó? De azon is állítok, majd normálisabban látszódjon. Egy minikóp ABC. A templom. És rendőrök megint kikaptak valakit. Egy biciklis ittek el az útszélén. Ó, hogy a FedEx-es jó anyádnak. Hogy hogy álltál ide? Jó, elfér. Itt van egy lekanyarodó. Mindenki innen jön kifelé, valami terelés volt, vagy mi az Isten? Mennyivel mentél a pályán? 90-nel. Na enge, ó, de rendes. Köszi. Rávillogok már. Transzóflexes kocsit elvittem egy kicsit, elég. Hogy beállt itt ez a rész, úristen! 100 kilométeres sor. Na ez az. Hány kilométerre vagy? 2-re. Én meg 4. Ú, de jó, hogy a nem most szembesávból vagyok. Most úgy beállt, mint a gecis bugyi. Ez nagyon durva. Hát itt végig fog érni a sor. Nem tudom, miért nem ment ki valamelyik okos. És már itt vagyok egy vasúti átkelőnél, és a vasúti átkelő után van a lerakó. Na most értem be tökőre. Akkor... ez nem ez a cég lesz, az, hanem a következő. Asztalom. Majdnem telibe vertem a katasztrófa védelem is Oktáviát. Igen, azt szeret. Az a piros, ugye? Aha. Na itt van, Waberers logisztikus. Megint ráálltam a zebrára. Ilyen apróságokkal nem kell foglalkozni, mint zebra. Megjöttem Waberer szapánkhoz. És... megnézzük akkor, hogy hova is kell. Opa! Motorhiba. Ó, hogy az anyádnak parkol ide az izé postás kocsijával. Hát nem hiszem el, hallott. Hát nem lehet tőled elférni. Verjek bele a... a rost a fejedbe, hogy oda kellett állítani. Itt targonca van. Ó, de jó. Sorompót kaptam. Vasút. Formát te is itt vagy mindjárt. Aha. Vagy hogy parkoljak be? Próbáljam. Hát, ha rábírok állni. És arra itt annyira nem vészes. Jó lenne egy kis plusz tapasztalati pont. Na, itt egy kicsit ki van bicskázva, ezt vissza kéne hozni. Jó, megnyomom az Enter szerintem. Nem zélek vele itt egy fél napot. Jaj! Na, megint jöttünk egy picit, egy feljebb, egy... szintet nem... hanyadik szinten vagy már akkor így? 2, de most beparkolok. Akkor mert meg lesz a 3? És megnézzük. Eddig az összes fuvarral beparkoltam. Jó, hát akkor nem, még egyesen vagyok, még nem értem el a 2-est. Na, meg vagyok. Nagyon szép. Na, gyerekek.
Köszönjük akkor szépen ezt a majdnem félig megszakadt live-ot, de azért csak sikerült azért végigvinni. Igen. Ahogy látom, úgyis lassacskán már 10 óra lesz, és nyugóra térünk. Szerintem holnap meg úgyis jövünk valamivel. Újra elfáradtam. Ugye Alec Suzan meg ugye az egész naptól. Elhiszem. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Neked is, Köszönjük a AMG. figyelmet, én is köszöntöm, hogy itt lehettem. És majd játszogatunk majd még dolgokkal, még a héten mindenféleképpen. Na sziasztok, jó éjszakát kívánok. Okay. Sziasztok!